Sziasztok! Ez itt az Access Point Kft. Vlog 15. része. Most folytatjuk a nagy PTP összehasonlító tesztet. A teszt részletéről és helyszíneiről a Vlog 9. részéből tájékozódhattok. Most a LigoWave RapidFire 523-as eszközét fogjuk letesztelni. A LigoWave RapidFire professzionális PTP kapcsolatokra szánt eszköz, ami több mint 250 000 PPS-re is képes. Az antenna nagyjából 40 cm-es és 23 decibel nyereséggel rendelkezik. A LigoWave RapidFire teljesen fémborítású és fémtokozású eszköz, még a teljes felfogató készlet is fémből van, ami függőleges és viszintes irányba is mozgatható. Kettő darab Ethernet porttal rendelkezik, mind a két Ethernet port gigabites. Az egyik Ethernet porton a PoE-táp ellátást képes fogadni, a másik Ethernet porton képes kiadni ugyanezt a tápfeszültséget. Maga a LigoWave RapidFire 48 volt fél amperes tápegységgel érkezik, és hozzá egy DIN-sines PoE feladóval. AC-s rádióval rendelkezik, ami maximum 866 megabites fizikai kapacitásra képes. Maximum kijönő teljesítménye 31 decibel, a legrosszabb vételi érzékenysége mínusz 71 decibel, ez a maximum moduláción érhető el, ami 256 QAM. A RapidFire rendelkezik 2,4 GHz-es management kártyával, ahol akár mobiltelefonon keresztül is felcsatlakozhatunk az eszközre és beállíthatjuk azt. Akkor lássuk az eredményeket. A mostani tesztszakaszunkon maximális adatkapcsolattal állt össze a két eszköz. IPERF segítségével 508 megabitet értünk el TCP-n keresztül. A belső speed tesztje 4 különböző csomagméretet kezel. 64 byte-nál 141 megabitet értünk el, 512 byte-os csomagméretnél 260 megabitet, 1024 byte-os csomagméretnél 512 megabitet, 1600-as csomagméretnél 611 megabitet mutatott a belső speed test. Az Equicom által biztosított XFO műszerrel 68-as csomagméret esetén 94x95 megabit per szekundumot, 512-es csomagméret esetén 173x156 megabit per szekundumot, míg 1500-es csomagméret esetén 155x247 megabit per szekundumot értünk el. Ez volt az Access Point Kft. Vlog 15. része. Következő részünkben a Ubiquiti AirFiber 5X-et fogjuk letesztelni. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!